Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Itt látható egy szerelmes pár, és az rád, és őre utal. Ő tudatában van annak, hogy te szereted őt, és ő is szeret téged. Kezébe veszi a dolgokat, irányítja ezt a hintót. De itt van két irány. Az egyik, az azt jelenti, hogy előre mennek a dolgok, lesznek változások, lesz egy szerencsés fordulat. A másik irány az lehet még a félelem vagy a bizonytalanság, ami kicsit fékezi az eseményeket, de megvan nála a bizalom meg a hit, hogy minden jó irányba fog mozogni. Sőt, ez a kártya jelenthet külföldi utazást, lehet, hogy meg akar látogatni téged, vagy lesz egy meghívás, vagy lesz egy közös út, lesznek változások. Az a fontos, hogy ő tudatában van annak, hogy szeretitek egymást. És hogyan érzi magát? Megvan a hite. Hisz abban, hogy te szereted őt. Sőt, ő esküdni fog, elmond neked valamit, valószínű beszámol arról, hogy szeret téged, uralkodni fog a helyzeten, és az a fontos, hogy megbízhatsz a szavaiban. Itt van a hit, a bizalom, az igazság, és amit ő mond, abban megbízhatsz. Akkor is, ha voltak a múltban még félreértések, most tisztázódni fognak a dolgok. És mit fog tenni irányodba? Itt látható, hogy le akarjátok zárni a múltat, hiszen a kelyhekről van szó, és a kelyhek jelentik az érzelmeket. Itt alul ez a három kehely már eltörött, ez utal a könnyekre, és jelenti a múltat. A múlt le lesz zárva. Sőt, itt a kezébe veszi ő is, meg te is ezt a kartot, és elvágjátok a múltat. Itt le lesznek bizonyos dolgok zárva, ami eddig elkeserítette őt, vagy téged, vagy mindkettőtöket. Itt megáll még egy pillanatra, de azt is jelentheti a kártya, hogy te úgy befele fordulsz, elgondolkozol ezen a helyzeten, vagy azon, hogy megbízhatsz-e benne, igen vagy sem, de van jövődök. Hiszen van a háttérben itt két kehely, az jelenti a jövőt, és téged, és őt. Nincs itt harmadik személy. Tehát vannak tervek, jó út, jóra fordul minden, akkor is, ha jelenleg te még bizonytalan vagy, ő esküdni fog valamire, és próbálj megbízni benne. Hihetsz a szavaiban, és itt a kart jelenti, hogy elvágjátok a múltat, elvágjátok a könnyeket, vagy olyan kapcsolatokat, ami szomorúságot vált ki, és ez a kart jelenti a döntéseket, meg a kommunikációt is. Mindent meg fogtok egymással beszélni. Az a fontos, hogy légy nyitott erre a beszélgetésre. És mi fűz össze benneteket? Itt az érmék jelentik a jólétet, vagy egy jó lehetőséget a munkahelyet illetően, az is lehet, hogy együtt fogtok dolgozni. Amit itt az érmék még jelentenek, az a föld eleme,
hogy itt nem csak álmokról, álmodozásokról, tervekről van szó, hanem ez a terv megvalósítható. Itt reális dolgokról van szó. De a 9-es szám jelenti még a korlátozásokat, hiszen nem könnyű számodra, mert nem bízol bennem, hiszen volt a múltban valami, ami megsértett téged. Itt vannak a könnyek, a múltat illetően. De most változik a helyzet, lesz egy új irány, megbízhatsz benne, egy terv megvalósul. Itt van a szerelem, itt van a biztonság érzete. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!